Én nagyon-nagyon sok forgatókönyvet írtam Máriási Félixnek a lengyel menekültekről, akiket azért nem lehetett meg sem, mert az oroszok is megtámadták, vagyis a Szovjetunió Lengyelországot. Rengeteg forgatókönyvet, időben is sokat, Makkárolynak írtam például, meg Sára Sándornak, és ezekből nagy energiák és nagy kutatások, olvasások, levéltári kutatás ellenére sajnos, hogy nem lettek filmek. Úgyhogy, ha említi ezt a trilógiát, én úgy tapasztalom, hogy több mint 30 éve született a Mephisztó, és még mindig van üzenete a mostani fiatalok számára. Ha nevezetesen a Szabó Istvánt veszük, ő nagy előkészületeket tett mindig, és az ő, hogy mondjam, nagyon fegyelmezett. Ilyen értelemben addig egyetlen egy mozdulat a kamerában nem volt, amíg olyan stabil nem volt a forgatókönyv, hogy ott egyáltalán színészekről, meg stb. Lehet, hogy folytak gazdasági tárgyalások. De például Mephisztónak a megírás az egy hónapba telt. Maga a Szabó István, meg, mivel a producer, a német producer, ez nem magyar film volt, hanem német, megvette a Klaus Mannnak a meglehetősen rossz bosszú regényét, ezért kénytelen volt beleírni abból, mivel a jogdíjat a producer kifizette. Két éves kínlódás volt például Csontvárinak a megírása, amitán a császár abba hagyta, bejártuk a félvilágot, és mégis, még a szlovákok se vették meg a Csontvárit, pedig ők szlováknak tartják. Csontvári Koszkati vadár. És két hét múlva pedig a főmúrnak le kellett a Puskinról vennie. Azért, mert nem úgy sikerült a Huszáriknak, mint a Szimbád, hanem két idősíkon játszott, egyik a Latinovics emlékének rendes jelenruhában, másik a klasszikus kosztümös története Csontvárinak. Tehát elveszett a lehetőség megmutatni Csontvári életútját, gondolkodását, mert ő kijelentette, hogy nem csinálok Montparnasse 13-at, ami Modigliani, se nem Napszerelmesét, ami Van Gogh. Ilyen ingadozások, ilyen kilengések, kétségek a Szabó Istvánnal való munkában nem voltak, egyszer se. Legfeljebb azt kellett jól tisztázni, hogy miért csináljuk ezt a filmet, mi az üzenete, és ahhoz lehetett tartani magát az embernek. Emlékszem a Balázs Béla heti napjaira, hogy a fasorban nagyon sorban álltak olyan diákok, akik műegyetemre, közgázra jártak, és látszólag semmi közük nem volt a filmhez. Ez két okból is, szóval ennek két oka is volt. Egyik az, hogy a Balázs Bélába lehetett vetíteni, úgy, mint most ilyen művészmozikba, stb. Olyan filmeket, amit Magyarország nem vesz meg, és szinkrontolmáccsal egyszer-egyszer vetítették. Másrészt kíváncsi volt a diákság, és idősebbek is, például mondjuk Pécsi Sándorral, a színésszel is ott ismerkedtem meg. Sokat mutatni. Tehát nem csak a filmmel közvetlenül foglalkozók, hanem más egyetemekről jövő ifjúság. Nagy tömegben ott volt, nem csak ezekre a ritka és nagy nyugati játékfilmekre, vagy akár Tarkovsky, vagy ilyen híres filmekre, hanem magára a Balázs Béla filmekre, amik dokumentumfilmek voltak zömmel. Nagyon sokan voltak ott megnézni, mert ezeket a filmeket, még ha be is tiltották, nem standardizált, hanem munkakópiába külön hangkép, egyszer vagy kétszer engedélyezte a filmfőosztály vetíteni. És erre nagyon sok ifjúság jött, és idősebbek is. Például, amit említett a Büntető Expedíció, az egy hat brandenburgi verseny című forgatókönyvből egy kiemelt rész volt, amire kapott pénzt Magyar Dezső. Ez az első forgatókönyv volt, amit írtam, azt hiszem még egyetemista is voltam, végzős, és az Oberhausenben direkt, ahol csak rövid film és dokumentum, Kurzfilmfest spiele volt, kitaláltak egy külön díjat a filmre, mégpedig egy külön Sonderpreist, azért, mert ez 56-ra is utalt, Prágára is utalt, és a gevarizmusnak akkor olyan, most is magas, de akkor még magasabb, hát
mitológiáját képviselte. Én nem voltam nagy barátja a mozinak, sokkal jobb szerettem mondjuk a színházat, a zenét vagy olvasást. A Bódi Gábor kért fel erre szerepre, mert ő írta a forgatókönyvét az Agitátoroknak 68-ban. Mely film be lett tiltva, noha évfordulós filmje lett volna a 19-nek. És szerepre kért fel, mert lényegében a Cserhalmit és az Osztályt leszámítva, akit a főiskoláról kértünk ki, mindenki amatőr volt ebben. És ezt ennek ellenére a Magyar Dezső nagyon jól meg tudta oldani. És ez lett az én kapcsolatom a filmírással és a Balázs Bélás filmrendezéssel. Ez az Együtthatók című film volt, abban szerepelt a Power Gyula, az Erdély Miklós, szerepelt benne a Gancmávok acélkórusa, a május elsői fölvonulásra kaptunk engedélyt, és főleg egyik több okból betiltották, de például forgattunk a Halász Péter lakásszínházán. Mégpedig meglehető. Az egy része volt az Együtthatóknak, a cím nem matematikai jelentésű, hanem hogy ezek együtthatnak. Az nem engedték standardizálni, maradt tehát hang és képkópia, és én akkor a Balázs Béla stúdióban az nagyon tetszett, elfogadtam a stúdión, nem fogadták el vetítésre, sőt, standardizálásra sem, és akkor mentem én írószövetségi ösztöndíjjal ki Kubába 2 évre. Ez alatt betörtek a Passaréti Balázs Béla stúdió raktárba, és a film nagy részét megsemmisítették. Föltételezhetően mégpedig a BM megbízásából, mert ki ez a tolvaj, akinek film kell, filmkép külön és hangkép külön. Durván betöltek, és ezen kívül még 2 filmet. Az roncsoltak meg, vagy tüntetek el, de nem sikerült teljesen, mert a Halász Péter féle teljes anyag megmaradt. Azt vetítette a Duna TV is. Az Erdély Miklós, Bauer is minden megmaradt, de annak a hangját tüntették el. És mivel mindnek nagyobb szakálla volt, mint magának van, ezért ezt nem tudta senki leolvasni, hogy miről beszélnek. A hangot meg eltüntették. Úgyhogy az Együtthatóknak ilyen szempontból szomorú volt a sorsa, pedig az nagyobbat fogott át. Az első nagy Gellért-hegyi popkoncertet felvehettük, és forgathattunk bent a május elsői tömegben, amikor a pártvezetés a Tribünön volt, és lehetett látni, hogy így a transzparenseket meg a plakátokat vívő munkások zsebébe ott van a pálinka, ahol ott ingyen sör meg virsi volt a végén, dűlöngéltek meg, egyáltalán nem integettek meg, meg valójában kiderült, hogy nem is ők énekelnek, hanem ilyen géphang énekel. Szóval benne a Lugosi volt az operatőr, és 2 kamerával mozoghattunk ott, mindent fel lehetett venni. Nem a poén kedvére, én ne hittem, hogy létezik egy öntudatos munkásság, legalábbis akkor. Na de nem létezhet egy kizsákmányolt munkásság, az pont kizsákmányolt, és elég nyomorult a szocializmusban. Tehát azt megmutatni, azt abszolút nem lehetett volna standardizálni és vetíteni. De ugyanez vonatkozik a Gancmávok acél hangkórusára, mert énekeltek dalokat, munkásmozgalmi dalokat nekünk a kamerában, a Verdre magadról a munkaporát, jöttek a szerelőcsarnokokba, és a végén meg gyönyörű operettekkel folytatták. Tehát együtt létezett a kétféle világ. Tehát az indulókban ott volt a akart öntudat, de a szívekben valami egész más volt. Nem lehet többet mondani annál, amit Pasolini mond, hogy a forgatókönyv az egy átmenő struktúra, azért jön létre, hogy megszűnjön. Tehát a filmben megszűnjön. Ezt tudomásul kell venni, nem hasonlítanám éppen regényhez, bár van epikai erőtere nagyon is a forgatókönyvnek. Talán például, ha azt veszük, hogy dialógus, jelenet, nagyon erőltetjük a hasonlítást, akkor egy különleges színpadhoz hasonlítanám, mert a epikai erőtér, ugye ez, hogy így csinál, ezt egy forgatókönyvben én nem vagyok köteles leírni. Ez a színész meg a rendező dolga. De egy regényben már el vagyok veszve, ha ennyit, ezt nem írom le, hogy így ül szembe egy lányal, és így csinál. Tehát, és 1000 ilyen apró részletet mondhatok, hogy nem regény akkor, ha nem írom le. Még a Michel Butor is, aki
meg más strukturalisták is muszáj, hogy leírjanak dolgokat, hogy a szem, az agyvelő tudja követni, viszont a forgatókönyvnél, csak a szót nem szabad fűvol értelembe venni, jelzések néhol elegendőek, mert ott van a rendező, operatőr, és ott van végül a színész, a végrehajtó, az egész ügynek a hóhéra, legtöbbször. De minden esetre nem rossz szellemmel értem, de úgy akkor nem azt mondom, hogy hóhéra, hanem végrehajtója. És a helyzet az, hogy viszont ahol élesen jól jelent kell lenni, az a dialógus, és bizonyos értelemben én például még a jeleneteket is, ha kell, ha nem, megírtam, és egy csomó instrukcióval láttam el a rendezőt legtöbbször fölöslegesen, mert neki úgyis kialakult elképzelései voltak, de nem hiszem, hogy kárba veszett. Úgyhogy vannak filmek, még olyan filmeknél is éles különbséget tennék forgatókönyv és regény között, amelyek direkt adaptációk, tehát regényből készültek. Az Ötvös gimnáziumban érettségiztem, matematika szakos osztályon, ott nagyon magas volt a mérce, tehát mehettem volna tovább tanulni, de az Ötvösnek úgy köszönhetem ezt, hogy az volt a szokás az Ötvös tradíciói közt, hogy mikor van negyedikes az ember, akkor mindig eljöttek végzett negyedikesek. És hozzánk két olyan fiú jött, akik a Detertnél, a Dunatengerhajózási Részvénytársaságnál voltak gépészek. És mindenki, minden osztályban elmondta, hogy kiből mi lett, mérnök, orvos, vagy tanhallgató, stb. Hozzánk pont két tengerész gépész jött, és innen támadt. Én nem is tudtam, hogy vannak csak dunai hajók, Mahart, de Detertről nem. És akkor, mint hogy megfeleltem az orvosi vizsgákon, meg egyéb dolgokon, fizikailag és ilyen teszteken, akkor eszembe se jutott egyetemre menni. Éltem a nagy lehetőséggel, és hajóztam, igen, 3 évig. Aztán sok személyes körülmények között, de nagyon könnyelműen abba hagytam a hajózást, mármint kormányos. Mert úgy kezdi mindenki a hajón, hogy hajóinas. És ez a legdemokratikusabb szakma a világon, mert bármilyen szörnyű munkát adnak, rozsdaverést, és ez megy az ember szemébe, nem adhatnak hajón olyan parancsot, hogy aki adja a parancsot, ugyanezt ne csinálta volna ifjúkorában. Tehát nincs mit tiltakozni. És hát egyáltalán arról ugye nem kell beszélni, hogy a tenger szép, meg amit legjobban szerintem Csehov definiálta, mert most, ami ezen a szép szevasztopoli környéken, ahol most tankok mászkálnak, Csehov ott volt, sétált, és egy nagyon szép kislányt, kis herceg kisasszonyt látott, hogy nézi a tengert, és megkérdezte tőle Csehov doktor úr, hogy hát kisasszony, milyen a tenger? És ez rám nézett, írja Csehov, nagy szemek, hogy lehet egy felnőtt ilyen buta, és azt mondta, hogy nagy.